Szeretettel üdvözlünk mindenkit ezúttal már a 12. heti hírösszefoglaló első részében, és meg kell, hogy mondjam, a számomra már lassan unalmassá váló Mass Effect 3-as újabb és újabb részletek mellett végre a Borderlands 2, a SimCity és a Bioshock Infinity is hallatott magáról, úgyhogy szerintem minél előbb csapjunk a rövid hírek közé, hogy rátérhessünk majdan a lényegre. Flying White Hook bejelentette, hogy aki már rendelkezik a Hard Reset standard verziójával, az ingyen megkapja a kibővített kiadást minden plusz tartalommal egyetemben. Ez követendő példa lehet a játékosok felé, úgyhogy meg is kapják tőlünk a 7 jó felsége díjat. A Konami bejelentette, hogy az egyik legnevesebb címe, a Metal Gear tavaly decemberben elérte a 31 millió eladott példányt. Persze ez a kiadónak nem elég, úgyhogy a közel jövőben is várható pár újabb cím a szériából. Lesz ez még több is szerintünk. Már a Ninja Gaiden 3 megjelenése előtt hírt kaptunk egy érkező, várhatóan ingyenes DLC-ről, mely tartalmazni fog két új fegyvert és ugyanennyi több játékos pályát. Még nem tudni, mikor fut be a kiegészítő, de előre láthatólag nem kell sokat várnunk rá. A Mass Effect betoppant a Final Fantasy 13-2 világába, hiszen a két fő karakterünk, Noel és Sarah most már tündökölhet Shepard híres páncélzatában is. Igaz, hogy ez egyelőre csak keleten érhető el, de hamarosan tiszteletét teszi errefelé is. Újabb képek kerültek ki a Dishonored című alkotásról, és megint csak azt mondhatjuk el róla, hogy gyönyörű. Bizony a látvány egész egyedinek tűnik, míg a játék élmény lopkodva lett innen is meg onnan is, de ha jól keverik az alapanyagokat, akkor bizony nagyon durranhat. A Blizzard szerint biztos, hogy hatással volt az előfizetőkre a The Old Republic megjelenése, hiszen ez teljesen természetes. Tartós visszaeséstől nem tartanak, hiszen hamarosan megjelenik a World of Warcrafthoz a legújabb kiegészítő. Újabb ellenségek mutatkoznak be a Bioshock Infinity világából. A csend fiai nem éppen barátságosak, és nem egyszer fognak minket az őrületbe kergetni, hiszen hatalmas tölcsér füleikkel már messziről meghallanak majd minket. Már előre borzongunk. Újabb kiegészítések érkeznek majd szeretett űreposzunkhoz, melyek a rajongók által kifogásolt végjátékon is változtathatnak majd. A felháborodott játékosok most talán megnyugodhatnak kicsit, bár várjuk még ki, hogy mi lesz ennek a vége. A Platinum Games jóvoltából a legújabb játékukban tiszteletét teszi a nagy sikerű Bayonetta sorozatuk főszereplője is. Az Anne Reynes-ben is hozza a szex is, ugyanakkor halálos formáját a kisasszony, melyre már csak július 6-áig kell várnunk. Megnyugodhatnak a rajongók, hiszen a Gearbox elmondta a Borderlands 2-vel kapcsolatosan, hogy bizony nagyon odafigyelnek majd a PC-s táborra is. Lesz egér a menüben, görgő az inventory-ban, vertikális szinkronizálási lehetőség és felhő alapú mentési rendszer. Természetesen különböző achievementeket is kapni fog a játék, a kor divatjának megfelelően. Valóban úgy tűnik, hogy komolyan gondolják a dolgot a Gearboxnál, és nem egy konzolportot fogunk majd kapni szeptember 21-én, hanem egy méltó folytatását az előző résznek. A The Sun címlapján jelent meg a napokban az a hír, hogy bizony a terroristák a kodokat, a hélókat és a Medal of Honor-okat használják fel arra, hogy megbeszéljék ügyes-bajos dolgaikat és egy-két merényletet is megtervezzenek, ha már ott játszanak. A telefonokkal és levelezésekkel ellentétben az Xbox Live-on és PlayStation Network-on történő csevegéseket nem hallgatják le, ezért a privát szobákban nyugodtan mehet a tervezgetés és az akció kidolgozása, miközben még jól is érzik magukat. Elgondolkodtató, az egyszer biztos. Casey Hudson, a Mass Effect atyaúristene, elégedett lett a történet befejezésével, de a sok komment és levél után az írók elmondták, hogy talomba volt egy másik lehetőség is, ami szinte mindent megmagyarázott volna. Ezt a verziót viszont azért vetették el, mert úgy érezték, elég ha csak Shepard-del történt dolgokat varják el mindörökre, hiszen ő sem szerezhetett tudomást mindenről, ami történt. A fejlesztők elégedettek, a rajongók nagy része azonban követeli a történet befejezésének átírását. Esetleg újabb DLC érkezhet? Örvendetes hírről szereztünk tudomást, ugyanis a napokban a Beamdog vezetője elmondta, hogy az előző részek HD-sítése mellett bizony a tervei között szerepel a Baldur's Gate harmadik részének elkészítése is. Talán visszatérhet az RPG-k atya,
Persze ez még csak a jövő zenéje. A mai divatnak elegettéve a fejlesztők a mi zsebünkből vennék el a játék elkészítésének költségeit a Kickstarter segítségével. Láthattuk már korábban, hogy milyen lehetőségek vannak a rendszerben, úgyhogy ez mindenképpen bizakodásra adhat okot a Beamdog embereinek. A Bioshock legújabb részének egyik pályáján annyi scriptet és dialógust fogunk találni, mint anno az egész első részben, legalábbis Ken Lewin a játék vezetője szerint. A megrögzött scriptellenes Lewin elmondta, ahhoz, hogy ott érezzük magunkat a játék világába, bizonyos egyszerűsítéseket kellett eszközölni a játékmenetben. Úgy akarja majd éreztetni a játékossal, hogy ő formálja a játékot, a cselekményt és természetesen az akciókat is, és a gépnek valójában ehhez semmi köze nincs. Na erre kíváncsiak leszünk. A legújabb SimCity-ben bizony minden polgár egy-egy személyiség lesz, legalábbis az ígéretek szerint. Elmennek a munkába, otthon éldegélnek és végzik majd a mindennapos apró cseprő dolgaikat, miközben mi a jólétükért küzdünk. Valóban úgy fogjuk magunkat érezni, mint egy város irányítója, hiszen újra minden a nyakunkba szakad. A katasztrófák is megújításra kerültek, és néhány újabb is tiszteletét teszi, mint például napjaink kedvence, a globális felmelegedés, ami ellen nem csak nekünk kell majd küzdeni, hiszen a területünkön lévő összes többi várost is érinteni fogja majd. A Crystal Dynamics egyelőre meg nem erősített híresztelés szerint felkívánja támasztani a legendás Soul Reaver sorozatot. Valószínűleg egy teljes rebootja lenne a sorozatnak az új rész, amit már 2003 óta jegelnek, persze ha nem számoljuk a PSN-es megjelenést. Egyelőre nincs információ arról sem, hogy Kane-t vagy Raziel-t irányítjuk majd, mint ahogy arról sem, hogy időben konkrétan hol helyezkedik majd el a történet maga. Az azonban mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy a God of War 2 író rendezője most igazolt a stúdióhoz. A fejlesztők is kifejtették a véleményüket, hogy ők milyen hardvereket, illetve lehetőségeket látnának szívesen a következő generációs konzolokban. Természetesen az Epic és a Crytek sok-sok erőt és modern kütyüket szeretnének, de a konkrétumok megoszlanak. Legtöbben az állandó online kapcsolatot szeretnék megreformálni, illetve hogy bárhol, bármin, bármikor tudjanak játszani a szeretett játékaikkal. Alapvető elvárás még a precízebb irányítás, akár gombok nélkül is, vagy éppenséggel a cloud játékok megjelenése. A The Walking Dead a Back to the Future játékokhoz hasonlóan ismét epizódokra lesz darabolva, és szerencsére már nem is kell rá olyan sokat várnunk, hiszen az első rész áprilisban jelenik majd meg. A konzolokra 400 Microsoft pont, illetve $5 lesz az ára az epizódoknak, míg PC-re és Mac-re csak egyben lesz elérhető az egész sorozat $25 cserébe. Az előrendelők természetesen kapnak kedvezményt, valamint in-game cuccokat is zsebre tehetnek majd. Úgy néz ki, hogy a From Software hamarosan leleplez valamit, de konkrét dolgokról eddig még nem beszéltek. A rajongók tükönülve várják a bejelentést és reménykednek, hogy nem egy DLC lesz a nagy titkolózás vége, hanem a Dark Souls PC-s átirata. Erre több információ is enged következtetni, hiszen példának okáért a PC Power Play közölt egy teaser képet, amelyen a You Dead felirat olvasható. Reménykedjünk benne, hogy a hírhetten nehéz RPG valóban tiszteletét teszi a konzolok mellett PC-re is, és a rengeteg rajongót kárpótolják majd az álmatlan éjszakák a hatalmas késésért. Számos dolog derült ki a hamarosan csakis PlayStation Vitára megjelenő Resistance-ról. Főhősünk egy New York-i tűzoltó, Tom Reilly lesz, aki a kimérák láttán menten beállt az ellenállásba, hogy azonnal likvidáljon egy-két ellenséget. Néhány új fegyver is bekerül majd a játékba, és természetesen nehezen megölhető főellenfelekben sem fogunk hiányt szenvedni. A május végén megjelenő játék még tartogathat meglepetéseket, különösen a több játékos módot illetően. Reméljük, ez az epizód is méltó lesz majd a sorozat hírnevéhez. Egyelőre megköszönnénk a figyelmeteket, de hamarosan újra találkozunk, ugyanis a 12. hét eszméletlen sok érdekes információt tartogatott. Addig is kitartást, hamarosan jövünk, sziasztok!